és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. János 10. 4 -5. Ne hallgass az ördögre! Ismertem egy prédikátort, akinek kiváló bizonysága volt a gyógyulásról. Az 1930-as évek elején, amikor tombolt a tuberkulózis, ez a prédikátor felkelt a haláloságyból. Nős fiatalember volt. Neki és a feleségének már gyermekei született. A férfinál megállapították a tuberkulózist. Ő pedig imát kért minden olyan gyülekezettől, ahol ébredési összejövetelt tartott. Az összes kiváló evangélista imádkozott érte kézrátétellel, de az állapota még rosszabbra fordult. Végül eljutott arra pontra, hogy nem tudott járni, ágynak dőlt. Az apósáikhoz költözött, akik farmerek voltak a texasi korszikanában. Egy nap, ahogy az ágyban feküdt, kinézett az ablakon, és mint egy negyed mérföldnyire a háztól meglátott egy tisztást, ahol bokrok és cserjék álltak. Azt mondta Istennek: Ha elég erőt adsz ahhoz, hogy felkeljek és elérjek ahhoz a tisztáshoz, akkor addig fogok imádkozni, amíg meg nem gyógyulok. Nagy nehezen felkelt és elvonszolta magát a tisztásra. Kimerülten a földre rogyott a hátán feküdt, az ördög pedig assukta neki. Ezt jól megcsináltad. Senki sem tudja, merre vagy. Itt fogsz meghalni a bokrok között. Csak úgy találnak majd rád, ha látják a kesejüket körözni a holttestet felett. Nem Jézus a jó Pásztor szólt ehhez a férfihoz. Ez egy idegen, az ellenség, az ördög hangja volt. Hála Istennek! Ez a férfi végül felismerte, hogy az ördög szólt hozzá. Megvallás! Ismerem a jó Pásztor, Jézus hangját. Idegen hangját pedig nem követem. Nem hallgatok az ördögre, mert ő hazug, és a hazugság atya.